Üdv a Nosztalgia héten! A régi telefonjaimat nézzük meg. Belement a falba! Ó, de jó ég! Jöttek a UFO-k! Annak érdekében, hogy véget vethessünk a konfliktusnak, ma se tudnak ilyet csinálni. Na, következő. Mini Golf Las Vegas. Itt van Amber, 22 éves, szingli, és Barcelonából származik. Hát itt van még David, aki 25 éves, szintén szingli, ha utána összejöttenek Amberre. Itt van Trish, 24, ő is szingli, valamilyen mindenki szingli. És Sydneyből jött. Ethan pedig 26 éves, ő is szingli, és Los Angelesből érkezett. Hűha, na kit válaszunk? Nekem ez a Ethan bejött. Ma azt hittem elsőre bejutom. Hú, 800 pont. Na. Minden tisztárőbű, majdnem. Ez az. Hú, táncol, nézzétek! Midnight Pool. Valahonnan ismerős ez a zene, ugye? Steve és Chris. Én vagyok itten a törvény, szóval nincs semmiféle vicces biznisz. Ma hersze majd nyere, hagyom nyerni is, mi? Igazából ebben a játékban tanultam meg biliárdozni. És ez mindent elmond a biliárd tehetségemről. Igen, ezt imádom. Nézzétek. Ez jó sokáig fog töltődni. Töltődik. Du-du-du-du. Puzzle. Aztán ez volt ilyen könnyebb. Nézzétek, milyen szép csillogósak. Igen. Okos és még szép is. Ez nagyon szexi. Imádom a csillogós dolgokat. No, ez már első olyan játék, amit igazából már én töltöttem le. És azt hiszem, meg is vettem, úgyhogy. Igen, biztos, hogy fizettem ezért. Itt az a lényeg, hogy Garfield el kell, hogy rontsa a Johnnak a randiait. Ezeket a számokat kell beírni. Nézzük. 4. Ez az. 6-6. 7. Ez jól megy. Ezt elb***tam. Amint kimondom, hogy jól megy, már nem megy jól. Fura megint gombokkal telefonozni. New York Nights 2. Folytassuk. Igen, ez olyan, mint a Sims. Igen. Beszélek. A Iker testvéremmel úgy tűnik. Akkor lehet, mondok egy viccet. Funny Dance! Ez igen tetszett neki. Veszek egy almát. Mennyi pénzem van. Még tudok a mízét is. Megsérteni. Prank, bali, scam, vagy inzult. Még nem is tudtam, hogy miket jelentenek ezek. Legyen bali. Túl gyenge vagy, hogy legyőzhetsz engem. bye! Itt kell kimenni. Szia! Hoppá, ez egy kicsit kínos. Menjünk a Times Square-re. Hello, Jake. Már super lover izébe vagyunk vele. Menjünk egy kis viccet. Ez a slapstick.
Menjünk a klubba. Mindenki ugyanúgy néz ki, mint én. Azt hiszem lehetett táncolni. Kérek egy számot. A Mizut jelz le a Flor Tomitól. Örült csajszi vagyok. Na, hol kell táncolni? Fölveszem a... Nem is tudtam, hogy táncos vagyok. Work as dancer. Na, táncoljunk. És hol van a zene? Ez a felvét. Pénzt is kaptam. Na, azért van ennyi pénzem. Most már értem. Nézzük ezt a múmiás játékot. Itt van a... O'Connor... Rick, azt hiszem? Így át lehet ugrani. Leestem. Mindenen át megy. Mindenen át megy. Menjünk a következőre. Erre is emlékszek, ez erre is lehet rá voltam függve. Azt hiszem, ezt még teletexten keresztül vettem meg. Te jó ég. Te jó ég, hogy kell ezt játszani? Kezdjük újra. Valami egyszerűbbet. Vissza nagyon. Na, 42 dollárt kell elérni. Ez talán még működni fog. Na, lássuk. Szívecske torta. Akkor szívecskét főzök. Vagyis a sütök. Így, aztán ide. Ez eddig nem ment. Ez az. Micsoda játék. Na, mit akarsz? Mondd gyorsan. Tessék. Szuper cél! És ez volna, ez a telefon. Most már elérkeztünk az érintőképernyős telefonokhoz. Íme! A Samsung Monte. Ezt már a saját pénzemből vettem. 15 évesen? Talán nem tudom. Íme! Micsoda! Design! Ezen a telefon töltöttem a legtöbb időt, amit egy telefonon lehet tölteni. Ezen már volt wifi is, amikor még nekünk se volt bekötve az internet. Én már interneteztem. Kilógattam a telefont az ablakon, és vártam a jelet, és megjött, és azon keresztül töltöttem egy csomó játékot, zenét. Ezen a telefonon nagyjából több mint 100 játék van. Úgyhogy nézzük is meg. Üdvözöllek a Samsung Monte világában. Ezt is én írtam be. Egy elmulasztott esemény 2010-ből. Patrik! Na, és nézzük a menüt. Na, ez még első generációs érintőképernyős telefonok közé tartozik. Wi-Fi már volt benne, de még nincs benne ilyen operációs rendszer, ilyen Android vagy ilyesmi. Videók. Hangok. Zambú, Csibi. Na jó, merjek bele hallgatni? Prvá fáza nova. Počas prvé fázy sa mesiac približuje k zemi a organizmus sa vťahuje opinia i energia tekutí v hlave. Ezt nem én vettem föl. Te jó ég. Na, nézzük a játékokat, amiről annyit beszéltem. Na, itt kezdődik. És gyorsabban kéne, hogy még a végére is érjünk. Ezt mind én töltöttem le a vaptrick.com oldalról. Lesprézzük az ujjókat, ez az. Már lement a szezonotok, most már viszlát. Találd meg a különbség. Ujj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 
Ráhibáztam. Mobil diszkó. Igen, csak a legjobb. És ennyi az egész. Igen, ennyi is volt. Oh. Na, dobjunk egy banánt. Hogyha az életben valamit jól akartok csinálni, akkor a válasz banán. Ez az? Ez az? Menj, banán! Oh, yes! Banán. Na jó, tudjátok mit? Menjünk a Armageddon verzióra. Ez általában jó felrázza a dolgokat. Általában engem is megöl, de... Gyerünk! Ez az! Itt van zsebbe! Nem vagytok ti semmik? Hát, döntetlen, mindenki meghalt. Na, azt akartam mondani, hogy ebbe a telefonba olyan jól megoldották ezt a érintőképernyős játékmódot, hogy van itt egy kis billentyűzeted, még írni is tudsz benne, és egyszerűen könnyű vele játszani. Ennek szeretem a zenéjét. Nézzétek, milyen könnyű ezt irányítani. Oh! Oh! Nézd, milyen jó kajákat lehet csinálni. És igazi receptek vannak benne, úgyhogy még azokat is meg lehet csinálni. Nézd, ezen már érintőképernyő is működik. Na és egy kicsit leég, hát az adja meg a titkos hozzávaló, azt a különleges ízt, amit keresnek az én éttermembe. Mit is sütök, palacsintát? Oh, ne, a tojás! My ex! Két liszt, kettő jéz, három só, kettő liszt, három jéz, kettő só, és valamennyi ebből is kellett. Három só, kettő jészt. Na, valamennyit eltaláltam. Gyerünk, 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 gyerünk. Ez az piros. Süljél. Nem hiszem, hogy ezt valóban használják a séfek. Mit is sütöttem? Na, akkor brownit csináltam. Hol volt a csokoládé benne? Igazi receptek vannak benne. Új jegyzetek mik voltak? Hűha. Komoly jegyzetek. Na, jöhet a következő telefon. Da-da-da-dám. Ez itt a Samsung Chat. Úgy néz ki, mint egy BlackBerry messzirű, hogyha így hunyorítasz, de sajnos nem. Itt rendes nyomkodható gombjai vannak. Hátulról így néz ki, semmi extra. Igazából az összes telefonom nem a drágább kategóriába tartozik. Általában ilyen 120-ért szoktam venni telefont. Még mindig a manapság is. És azért mindig 120-ért is megcsinálják azt, amit meg kell csinálniuk. Na, ezt a telefont már gimiben használtam nagy részt. Ez már ilyen androidos telefon, úgyhogy ezen már csinálhattam azt, amit egy androidon lehetett, például facebookozni, meg ilyesmi. Na, íme, sikerült bejutnom a saját telefonomba. Milyen káosz uralkodik itt. Na, nézd a játékokat akkor. Te jó ég, milyen lassú. Láttátok, hogy az előző telefonok milyen gyorsak voltak, és ez az első androidos telefon, meg hát ez valami... Oh. Ilyen, igen. Indulás! Itt igazán nem kell sok mindent csinálni, csak ugrálni. Nem kell sokat gondolkodni benne, épp csak reagálni a helyzetekre. Hát pont, mint ahogy a zombi életét el lehet képzelni. Nem kell gondolkodniuk, vagy ilyesmi, épp csak
ösztönből cselekedniük. Cikcakos játék. Már most látom, hogy ez nem fog úgy működni, ahogy kellene. Na, indíts! Indulj! Gyerünk! Tehát elég sokszor nyomom, akkor elindul. Na, indulás! Igen. Mennyivel jobb játék lenne, hogyha nem akadozna a telefon? Ki is találhassátok, hogy miért cserétem le eztet. Ilyen 13-ban nem igazán foglalkoztam azzal, hogy igazán érdekes és gondolkozós játékaim legyenek. Vektor, tehát elmerjem indítani? Igen, itt van a háttértörténet, hogy ilyen cégnél dolgozunk. Nem szükséges gondolkodni. Gyerünk! Tör ki a társadalom kötelékeiből! Gyerünk, engedd át magad a ösztöneidnek, a parkour ösztöneinek! És már jönnek is a őrök, gyerünk, fuss, fuss! Ez az... Oh! És akkor olyan mesztelenre ültözött le. Ez az... Oh, epikus! Igen, és így. Így kezdődik, igen, menő. Oh! Ez az, csak mondani kellett. Na és fel! Aztán fel! Ezt elb***tam. Smash hit! Szintén így reagálni kell a dolgokra. Mit is kell csinálni? Oh! Töröd össze ezeket a üvegeket, de például most már fennakadsz, meg meg nem tudod kinyitni ajtót, hogyha nincsen labdád. Csoda, hogy elindult még ez a játék. A következő telefonom az Alcatel A3. Tadám! Hátulról jól össze van karcolva. Ezt úgy terveztem, hogy továbbadom, ezért mindent kitörültem benne. De ez egy jó telefon volt, ez sokáig, hát legalább egy 3 évig használtam. Térjünk rá akkor a legújabb telefonomra. Íme! Ez tokkal együtt van, tokkal vonóval. Ezt nézd! Ó, te jó ég, annyira jól néz ki. Szerettem volna átlátszó tokot rá, de ez történik a tokkal egy pár év alatt, úgyhogy ennek átlátszónak kéne lennie, de tiszta sárga. Hát játékok terén, hát nincsen sok minden. Nem adta vissza rendesen. És most jönne az a rész, hogy legjobb rész már nem volt benne. Na, ezt azért töltöttem le, hogy megtudjam, hogy igazán tényleg vágyom-e egy automaton hangszerre, vagy csak a szemem kívánta. Csodálatos! Sajnálom, hogy ide rángattuk őt a részét közepén. Közben látom, hogy már megy a született feleségek.
Gondoltam, hogy majd csinálok ilyen kis filmet, de aztán nem lett elég felvétel hozzá. Jó, van, ez lenne az összes telefonom bemutatása. Hogyha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, iratkozz fel, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok!